tisztelettel üdvözlök mindenkit, itt vagyunk egy újabb videóban, a két ünnep között itt vagyunk Bécsben, és a Westbahnhof előtt állok, ugye ezt ritkán szoktam megtenni, hiszen ma már a Hauptbahnhof az, ami tulajdonképpen a vasúti közlekedést, ha Pestről nézzük természetesen, akkor egyeduralkodó, hogy így mondjam. Jó, nyilván lehet Sopronon keresztül Wiener Neustadtba is közlekedni, tudom én nagyon jól, de most nem erről van szó, a lényeg az, hogy a Westbahnhof egy külön történetet megérdemelne arról, hogy miért tulajdonképpen degradálódott oda, hogy jelenleg már nem olyan fontos, mint annak idején a fő fényében, amikor még a pesti vonatok is ide közlekedtek. De ebbe most nem menjünk bele. Ki fogjuk próbálni a Westbahnhof vasúti társaságnak vagy vállalatnak a kisseit Szentpölten, illetve Bécs között, innen a Westbahnhofról. Odafele eljátszuk, hogy nagyon gazdagok vagyunk, pedig nem. És a legmagasabb szinten fogunk utazni, tehát az első osztályon. Egyébként három különböző jegycsoport van, de erről majd később. Visszafele pedig a legolcsóbban fogunk majd jönni. Ugyanúgy, valószínűleg ugyanazzal a kisszel, ami fordul. Na most azt azért tudni kell, hogy az olcsó sem annyira olcsó, hiszen egy 25 perc vagy 27 perces útról beszélünk, és a legolcsóbb jegy az ilyen 15 euró környékén van, a legdrágább pedig majdnem 30 euró, úgyhogy megnézzük, hogy odafele legalábbis mit kapunk a pénzünkért, illetve mit kapunk visszafele a kevesebb pénzünkért, tehát tulajdonképpen fele annyiért fogunk visszajönni, mint amennyiért oda megyünk. Ez a videóm erről fog szólni. A Westbahnhofon elméletileg tudunk venni fizikai jegyet, amit most ugye a videó miatt szeretnék is. Ha nem sikerül, akkor természetesen megveszem az applikációjukba, ami tök jó, egyébként van egy Westbahnhofos külön applikáció, legjobb tudomásom szerint ott tudtok jegyet venni applikációból, és az ÖBB tiketes applikációból nem tudtok Westbahnos vonatra jegyet venni, hiszen olyan, mintha a, nem is tudom, mintha a régió jetre szeretnétek venni a MÁV abban. Na, no, hát már nehézségekbe ütköztünk, ugyanis bementem a Westbahnhofos irodába, hogy vegyek egy jegyet, ahol tájékoztatott a hölgy, hogy ja, hát ők nem árulnak jegyet, mondjuk egyébként nem tudom, hogy akkor mi a halált csinálnak. De mondjuk ez nem zavar, oké, nem árulnak jegyet, rendben van. Aztán mondom, akkor oké, de akkor mondom, hol lehet fizikai jegyet venni, mert én azt szeretnék. Most nyilván nem értette, hogy miért, lehet, hogy nagy hülyeségnek tűnhet, de most lényegtelen. Meggyűjtöm is ezeket az utazásaimról, ezeket a jegyeket, amikor számomra különleges utazásban veszek részt. Na mindegy, a lényeg, hogy kiderült, hogy egyébként a vonaton kell a kollégától vásárolni jegyet. Tehát most igazából meg fogjuk várni majd az én induló vonatomat, mert ami most itt van mögöttem, az nem az, legalábbis egy írás szerint. 15 óra 8-kor fog indulni, lehet, hogy még benn sincsen a szerelvénye. A lényeg, hogy elméletileg tehát akkor úgymond a jegyvizsgálótól kell megvenni a jegyet. Hát kíváncsi leszek. Van nálam készpénz, úgyhogy most ezzel nem lehet probléma, hogy esetleg ne lehessen kártyázni, bár egyébként elvárható szerintem, hogy lehessen. Várjuk akkor, hogy mi lesz. No, akkor beszéltem a jegyvizsgálóval, vagy nem tudom, tudom is én itt, hogy hívják őket. És valóban ő is mondta, hogy igen, ez itt a rendszer, hogy őnála kell fizikai jegyet vásárolni. Mondtam neki, hogy akkor fizetnék is, mondta, hogy Péter, tehát hogy később. Gondolom, amikor majd elindul, akkor, amint elindul a járat, akkor majd jön. Nagyon meglepődött, hogy mondta nekem, hogy a sima standardra 20 euró. Én megmondtam, hogy nem, mondom, én az elsőre szeretnék jönni. Hát mondta, hogy 30, mondom, semmi probléma. De hát most ez a videó lényege, ebben most belefektettünk egy kis pénzt, úgyhogy mindenképpen nyomjatok egy hatalmas lájkot, meg iratkozzatok fel. És kijött a Bumlin egyébként a második felvonása, második részből. Azt is nézzétek meg, és nagyon kérek mindenkit, len lesz a leírásba, a Bumlira mindenképpen iratkozzatok fel. De akkor nézzük meg, hogy hogyan is néz ki az első osztály. Hát konkrétan így néz ki az első osztály. Ugye van, ez egyszer már mutattam nektek, ez nekem marhára tetszik, tulajdonképpen majdnem egy kanapé. Egy ilyen sarokkanapé elem. És ilyen a beltér, illetve az ülések. Hát én ide fogok majd helyet foglalni. Ide, konkrétan. Úgyhogy így néz ki a történet. A
aztán majd minden továbbit, ha indultunk. No, egyébként meg az első osztályú utasoknak, mint láthatjátok, jár egy kis víz, pohár, ott minden van, mi kell. Hát ez micsoda? Ó, egy kis ilyen, hát ez ilyen karamellás sütemény tulajdonképpen, keksz. Úgyhogy viszünk is ebből mindenképpen, mert szomjas is vagyok. És akkor ide foglaltam a helyemet. No, egyébként egy hülyeséget is mondtam, mondjuk ez tőlem nem szokatlan. Kis önkritika. Szóval, hogy mondtam, hogy ugyanazzal a szerelvénnyel, nem tudom, hogy miért feltételeztem a fejemben azt, hogy Szentpöltenig közlekedik ez a járat, mert nem. Szóval biztos nem ezzel a szerelvénnyel fogunk visszajönni. Legalább nem néz hülyének majd a jegyvizsgáló, hogy visszafele meg a legúgymond gagyibb osztályra kérek jegyet. Egyelőre egyébként úgy néz ki, hogy másnak nem ér meg ez 30 eurót. Zárójelben megjegyzem, szerintem 30 eurót nem is ér meg. De most a videó miatt megéri. Zárójelben megjegyzem, ez mondhatni nekem egy ingyenes utazás. Ó, Westbahnhof-os víz. De jó, ebből bugázok még egyet, ha már 30 eurót fizettem, mert ilyet viszek a faternak is. No, ami még egyébként hozzátartozik a kényelemhez, azok a saját egyéni lámpáink olvasáshoz. Ez tök jó cucc. És van itt egy kapcsoló valahol, mert várjatok, ez hol is van? Itt ez, nézzetek csak, ez mit tud? Hát úgy érzem, hogy... Ja! Aha, tehát meg lehet dönteni az ülést. Zárójelben megjegyzem, hogy borzasztó szűk az asztal és a szék közötti tér, és ugye ez a legtávolabbi pont most, így az állíthatóság után. Ez mondjuk egy picit negatív kritika, így 30 euróért, de nézzétek, ott van lent a pornép, akik a másodosztályon utaznak. Most nyilván poénkodom, szóval senki ne vegye komolyan, visszafele én is, hogy közéjük fogok tartozni. No, megkaptam a jegyemet, egy ilyen csodálatos fecni, hát ha ezt tudom, akkor lehet, hogy megveszem az alkalmazásba, azt hittem, hogy valami szép jegyet kap az ember, de nem. 30 euró 20 cent, ezért kapsz kekszet, vizet, és távoli WC-t. Ezt most szó szerint értsétek. Tehát a WC az a legközelebbi, az olyan távol van, hogy át kell menni a másodosztályon, ami mondjuk, hát, hogy őszinte legyek, nem éppen a legjobb megoldás szerintem, hogyha már egy ilyen extra felárat fizet az ember, akkor ezért mondjuk elvárná azt a kényelmet, hogy mondjuk itt legyen a szájába egy WC. Na mindegy, hát nem jár húgyozni az ember percenként, kívül ha sörözik, de hát most nem ezt tesszük, mert hidratálunk, vizet iszunk. Így áll vizet, Laci fizet. És mindjárt indulunk. És akkor el is hagyjuk a Westbahnhofot. Úgy fogjuk csinálni, egyébként most elmegyünk Szentpöltenbe, visszafele azért megkérdezem szerintem a jegyvizsgálatot, visszafele is így kell venni egyet, vagy csak a kiindulásnál, mert az tényleg nagy hülyeség lenne, szóval akkor meg se kérdezem. Biztos, hogy a vonaton kell majd jegyet venni. És Szentpöltenből pedig majd vissza csak Hütteldorfig jövünk. Ennek az oka egyébként az, hogy ott van egy kis dolgom, egy, kettő pedig onnan egyszerűbben be tudunk menni a Hauptra, mint hogy ide bejöjjek, és akkor innen átvillamosozzak a 18-as villamossal, mert az az egyetlen, ami közvetlen átszállás nélküli történet, meg hát a legkézenfekvőbb, na. És akkor szépen hagyjuk el a Westet. Ha jól látom, akkor cseh kocsik, igen. Én olyan vektoronos vezérlős sztorit még nem is láttam. Talent. És ott vannak a... Vagy ott van az utastájékoztató, ez Bregenzig fog közlekedni. De láthatjátok, hogy Wien-Hütteldorf, és utána már, ha jól tudom, csak Szentpölten, ahol megáll. Aztán Amstetten,
és így tovább. Jött meg egy Deutsche Bahnos emeletes kisz. Na, ilyen nem még akarok menni. Ilyenben még nem is voltam soha. Az utunknak a java részét Szentpöltenig alagútban töltjük, és egyébként meg, ha éppen kijövünk, akkor sem túl élvezetes a látvány, mint láttátok, óriási köd van. Úgyhogy haladunk, és tulajdonképpen egyébként hamarosan le is fogunk szállni. Ugye azzal, hogy megvettem a jegyet, automatikusan láthatjátok, a digitális panel kiírta, hogy az a hely foglalt, és hogy meddig Szentpöltenig. Úgyhogy ez tök jó. Tök jól meg van csinálva egyébként, de majd Szentpöltenben elmondom a mélyebb véleményemet a sztoriról, mert azért vélek látni olyan dolgokat, amik mondjuk egyébként nem tetszenek, és egyébként meg mocsok drága, tehát ezt azért továbbra is tartsuk észbe. Nyilván vannak konnektorok, ezeket nem mutattam, de hát ezek ma már olyan alapdolgok, amik egyértelműek. Például ott ki van írva, hogy az az ülőhely, az majd Linztől már foglalt lesz Kufsteinig. Mi megérkezünk mindjárt Pöltenbe. Egyébként van egy ilyen kettes komfort, ami hát kicsit más ülések, más elrendezés, de teli is van. Egyébként nem sokkal olcsóbb, igen, nem sokkal olcsóbb, mint az első osztályú jegy, hogy ha már mindenképpen valami különbözeti jegyet akarnék venni, akkor szerintem a legfeleslegesebb ez a 2 pluszos jegy, ez a komfort jegy, vagy nem is tudom, de lehet, hogy ezzel kapcsolatban van valami akció, vagy össze lehet vonni valami kártyával, ennyire ezt nem tudom. Egyébként itt a Stadler logó. Sajnos azt nem látjuk, hogy mennyivel megyünk. És átjöttem már a másodosztályra, hát majd ezzel visszafele foglalkozunk. Itt lehet kávét főzni, van egy kis automata, innivaló, ennivaló, ilyen, nyilván ilyen kis snackek vannak itt. És hát itt viszont csurig van emberrel, úgyhogy amit nem annyira kedvelünk. No, megérkeztünk közbe Szentpölten állomásra, és hát mindjárt kihúz a kisz, van neki kiárata. Bár lehet, idő előtt van, nem? Egy kis... Egy perces késésben van. Ejjjj! Ja, majd láthatjátok mindjárt, hogy ez nem az a faceliftes, amit nálunk megszokhattok. Nekem zárójelben jobban tetszik, de egyébként nem vagyok a motorvonatok híve, szóval azért, mert osztrák, nem fogok itt csak pozitívat mondani. Nem annyira szeretem a motorvonatokat, és azért Ausztriában például sokkal sűrűbben futsz motorvonatokba, mint Magyarországon, bármerre mész. Bár bocsánat, rosszat mondok, a modern motorvonatokat, mert például ott az a jó kis Jenci, ott hátul, az majd megy Hornba. Az király, azt szeretjük. No, megérkeztünk Szentpöltenbe, mint láttátok, és hát akkor egy kis vélemény az útról, illetve erről az első osztályról, hogy megéri-e ezt a nagyon magas felárat. Még szerintem osztrák szinten is ez egy nagyon-nagyon magas felár, tehát azért 25 percért 30 euró, hát nem semmi. Szóval a lényeg az, hogy szerintem abszolút nem. Szóval nem adott semmilyen hatalmas vagy plusz, azon kívül, hogy alig volt körülöttem ember, ami egyébként igen, nálam, aki egy antiszoc ember, egy elég nagy plusz dolog tud lenni. Ettől függetlenül a 30 eurót nem éri meg, továbbra is azt mondom. Igazából nem is olyan nagyon kényelmesek a székek, vizuálisan annak tűnnek, de egyébként kemény volt, szóval, hogy én ennél sokkal puhábbra vágytam volna. Például a Railjet-en az első osztályú bőrfoteles vagy bőrszékes történet az sokkal kényelmesebb. Ez az állíthatóság, ez igazából majdnem semmit nem ér, tehát egy picit tudod megdönteni a széket, de igazából érdemi változást nem tudsz elérni. Nagyon-nagyon közel van az asztal, a WC, a halál, tudjátok hol van, szóval végig kell bumlizni ott a kávéfőzés, meg a másodosztályú részlegen, és akkor tudsz elmenni WC-zni.
nagyon-nagyon rossz az elosztás ilyen szempontból. Én azt várnám, hogy ha már első osztályú felárat fizetek, akkor abban a szekcióban legyen egy WC. Úgyhogy abszolút nem érte meg, és akkor ránéztem kíváncsiságból, hogyha Szentpöltenen túlmegyek mondjuk Amstetten felé, akkor mennyi lett volna, hát ne is beszéljünk azokról az árakról, szóval brutális. Visszafele, mint ahogy mondottam is nektek, a legolcsóbb opciót fogjuk igénybe venni, és arról is elmondom a véleményt, és, vagy véleményemet, és igazából akkor fog majd igazán kijönni, hogy mekkora volt a különbség valójában. Most egyelőre azt mondom nektek, még nem utazván a teljesen standard másodosztályon, hogy nem hiszem, hogy olyan hatalmas különbségeket fogok felfedezni, azon kívül, hogy teli leszek emberrel, mármint hogy így a környezetemben. Na ennyi. Itt vagyunk már a sima másodosztályon, és itt is van ilyen rész, ez igazából egy ilyen családi zóna, zárójelben megjegyzem, de azt is megjegyzem, hogy ugyanolyan asztal van itt, és kényelmesebb a fotői. Abszolút kényelmesebb. No, megpróbálok még a WC-re bejutni, mert már nagyon pislantanom kéne. Hát itt viszont abszolút a mi kis szünknek a hangulata jön teljes mértékben vissza, lehajtható ülések, a WC elrendezés, illetve nyitás is. Ugyanaz a standard, az ajtók ugye mások, azt abszolút láthatjuk, hogy itt egy nagy ajtó van, ami egy picit érdekes, de nekem mondjuk tetszik. A WC pedig abszolút ugyanaz a... Szevasztok! Ugyanaz a standard igazából, kis WC, hát most mit nézzünk ezen, valaki ott hagyta a büdzsé és energiai talán, milyen ízű volt. Limette! Most már, hogy megjártam a teljesen alap másodosztállyal, egyébként nem mondtam az árat, ez 18 euró volt, tehát azért merőben más összeg, mint a 30 euró 20 cent. És hogy megérje ezek után az első osztály? Abszolút nem. Abszolút nem. Tehát olyan kényelmes, kellemes fotelbe tudtam ülni, kis asztalom is volt, és ugyanúgy, ahogy odafele mutattam, csak nem mutattam meg most itt, mert nagyon nagy volt a zsivongás viszont, ugyanúgy, ahogy megvettem a jegyet, már ki is írta ott a kis ülésen felett a tábla, hogy ez a hely ide Hütteldorfig foglalt. Én teljesen meg voltam elégedve a másodosztállyal. Én azt tanácsolom nektek, hogy ne vegyetek első osztályú jegyet, mert teljesen felesleges, de tényleg. Ide, itt teljesen felesleges. Csak hogyha nagyon szeretnétek pénzt égetni, mert ez a hobbitok, akkor mondjuk oké. Itt én most a videó miatt csináltam. Ugye ezek a videók nem jöhetnének létre nélkületek, hiszen a ti támogatásotokkal, illetve a támogatásotokból, PayPal, Patreon, a leírásban természetesen, azokból vannak fedezve ezek az utak. Nyilván én odafele csak teszt képpen. Meg hát nem tudtam, hogy mit kapok egyébként a pénzemért, hogy úgy mondjam. Igazából nem volt rossz a szolgáltatás, csak nem ér meg 12 euró 20 centtel többet. Az biztos, abban biztos vagyok. Úgyhogy igazából, amit még tudok nektek tanácsolni, ne vegyétek meg előre feltétlenül az abban. Bár zárójelben megjegyzem, egy picit olcsóbb az abban megvenni, ez tény. Viszont járhattok úgy is, hogy mivel nem kötelező, tehát a vonaton is meg lehet venni a jegyet, ezért nem fognak titeket megbüntetni, és járhattok úgy is, hogy egyszerűen csak nem jönnek, ha rövid távra mentek, nem jönnek az ellenőrök, és úgymond ingyen utaztok, teljesen jogosan, tehát nem csaltok, nem lógtok, hanem egyszerűen itt ez a metódus, ez a szabály, hogy így mondjam.